Dombóváron újra megnyitotta kapuit az Alzheimer Café, amely keretein belül a demenciával kapcsolatban különböző témákat dolgoznak ki, és azokat beszélik át a betegekkel, hozzátartozókkal, illetve az érdeklődőkkel közösen. A részvétel ingyenes. A magyarországi Alzheimer Cafék 2014-ben indultak, az első Győrben volt, ezt Menyhárt Miklós házi orvos alapította meg, és hozta haza Magyarországra. Ő Franciaországból hozta az Alzheimer Café-nak az ötletét, és így először Győrben volt, és ezt követően 4-5 városban, így Pécsen is alakult egy Alzheimer Café, körülbelül 2015-ben volt Pécsen, és ezt követően hamar Dombóváron is elindult ez a mozgalom, ez egy önkéntes mozgalom, önkéntesek hozták létre, és teljesen ingyenes szakmai konzultatív lehetőség, ami a laikusoknak és a szakembereknek is lehetőséget biztosít, akiket érdekel az Alzheimer demencia. Szeptember az Alzheimer világhónap, és szeptember 21-e az Alzheimer világnap. Ez idén szombatra esik, de egyébként itt Dombóváron az Alzheimer kafékat minden hónap harmadik csütörtökén szervezzük meg. Korábban már működött az Alzheimer Café itt Dombováron Fehér Jánosné szervezésével, azonban mint mindenhol és mindenben a koronavírus itt is közbeszólt. Ahogyan a korlátozások megszűntek, úgy kezdett el a tavalyi évben az Alzheimer Café is felvirágozni. 2023. augusztusában kerestek meg engem, hogy jó lenne, hogyha újra szerveződne ezek az alkalmak, és akkor itt több kollégával együtt azt gondoltuk, hogy együtt megpróbáljuk. Tehát nem egyedül szervezem az Alzheimer Caféket, hanem egy csapatként együtt dolgozunk, együtt beszéljük meg azt, hogy ki mit biztosít az eseményre, és hogy milyen témát dolgozzunk fel. Kit hívjunk meg, és kitartsa az előadást. Amikor tavaly szeptemberben ezt újraindítottuk, az Alzheimer Caféket Dombóváron, akkor itt a Dombóvári Szent Lukács Kórházban Kerekes László főigazgató segítségével tudtunk ingyen helyet biztosítani, ezért akkor itt voltak ezek az alkalmak az ebédlőben, és januártól kaptunk egy lehetőséget a művelődési házban, hogy egy termet biztosítanak számunkra, és ezek az alkalmak most aktuálisan a Pince Színházban voltak minden harmadik csütörtökön 5 órától. Maximum 2 óra lehet az Alzheimer Café, tehát ennek van egy hivatalos protokollja is, és de alapvetően 1 órára törekszünk, hogy 1 órába férjünk bele, de hogyha olyan sok kérdés van, akkor nyitottak vagyunk utána is a beszélgetésre. Az előadások általában 1, maximum 2 órát vesznek igénybe. A tapasztalatok alapján egyre jobban nyílnak meg az emberek ezzel a témával kapcsolatban. Ezt látjuk, hogy egyre több kérdés van, egyre jobban bevonódnak, mernek kérdezni, a saját tapasztalataikat elmondani, és hogy ők a saját hozzátartozóikkal hogyan élték meg az adott problémát, akár az inkontinencia, akár az elutasítás, az agresszivitás, hogy ezeket a tüneteket hogy kezelték ők. Érzelmi bevonódás van, tehát hogy feljönnek az emlékek, hogy ők hogy csinálták, és hogy igen, hogy ők nem is gondoltak arra, hogy például, hogy ezt a reakciót hogyan kellett volna kezelni, hogy hogyan tudták volna jobban megoldani az adott szituációt. Tehát érzelmi reakciók vannak, ezek általában sírás, a szomorú pillanatoknak az újraátélése,
ezek azok, amik kifejezettebben előfordulnak ezeken az alkalmakon. Ez a program lehetővé teszi, hogy ezt a fajta betegséget egy kissé könnyebben át tudja vészelni, mind maga az elszenvedő, mind pedig esetekben egy hozzátartozó, ugyanis fontos tisztában lenni ezzel a fajta visszafordíthatatlan állapottal. Részt tudnak venni, és információhoz tudnak jutni, sokkal kevesebbszer kell segítségért forduljanak, kevesebb olyan probléma van, amivel például ügyeletre be kellene szállítani a beteget, hiszen a demensbetegnek a kimozdítása a megszokott környezetéből, akár egy sürgősségi osztályon eltöltött éjszaka, az jelentősen megzavarhatja az ő állapotát. Tehát azt gondolom, hogy fontos lenne azt, hogy minél több beteghez és beteg hozzátartozóhoz eljussanak ezek az információk, hogy ezt megfelelően tudják kezelni, és hogy a beteg minél kevesebb olyan megterhelésnek legyen kitéve, amit hogyha a hozzátartozója tudott volna, elkerülhettünk volna. Jelenleg nem mutatnak akkora aktivitást a folyamattal kapcsolatban az emberek, de kis léptekben haladva ez a fal majd áttörhető lesz, és rengeteg érdeklődőt fog maga után vonzani, mert együtt minden könnyebb.